Irán több száz drónnal tervezi gyorsított eljárásban kisegíteni az orosz haderőt az ukrajnai invázióban. Ezek egy része ráadásul katonai felfegyvezett csapásmérő drón lesz, állítja a Fehérház Nemzetbiztonsági Tanácsadója. Jake Sullivan szerint nem kizárt, hogy Irán már át is adott néhány drónt Oroszországnak, de ez még nem teljesen világos. Azt is állítja, amerikai hírszerzési információk szerint már ebben a hónapban elkezdődik az orosz katonák kiképzése a drónok használatára. Sullivan úgy látja, hogy az iráni-orosz együttműködés annak a bizonyítéka, hogy az Ukrajna keleti részében zajló bombázásnak jelentős az ára az orosz haderő technikai eszközeinek állományára nézve, azaz szerinte Oroszország kimeríti saját fegyverkészletét, miközben az ukrajnai háborúban. Az orosz haderő elsősorban felderítéshez és a tűzéségi tűz korrigálásához használ nagyobb számban drónokat kelet-ukrajnában.